Szép estét kívánok, ez az Őrjárat, a Gyöngyösi Televízió bűnügyi magazinja. Megismerkedünk a 10-es körzet szomszéd felügyelőjével, Soltész Balázssal és Gálovics Józseffel indultunk Őrjáratra, Kovács Krisztián drónpilótával pedig a Kávária lakóligetről reptettük a drónt, több szabálytalanságot is kiszúrtunk a durandában. Meg nem erősített információink szerint felakasztotta magát egy idős férfi a lakásában a Kossuth Lajos utcában június 13-án. A tűzoltók segítségét kérték, hogy az ingatlanba bejuthassanak, a helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek. Megkerestük a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot, de későbbre ígértek tájékoztatást az ügyben. Kigyulladt és teljesen kiégett egy terepjáró a Hanák Kolostér közelében június 13-án kora délután. A jármű a garázsban állt, a tűz pedig átterjedt a lakóháztető szerkezetére. A gyöngyösi tűzoltók eloltották a tüzet és megbontották a födémet. Úgy tudjuk, senki sem sérült meg, ám akár jelentős. Hajmeresztő jeleneteket rögzített egy motoros fedélzeti kamerája a Mátrában, számolt be róla a HEOL. A felvételen az látszódik, ahogy egy sportkocsi többször vakon előz, az egyik manőver során pedig kis híján elgázol egy szembejövő motorost. Az esetet rögzítő motoros sem volt bátortalan, a videó alatt többen kommentben kritizálták a vezetői stílusát. A kanyargós utak igen veszélyesek lehetnek, legutóbb a napokban történt Sástó közelében egy motoros baleset. Bemászott egy ingatlanba, ám maga sem tudta, hogy miért. A városrendészet számolt be a különös esetről, amikor egy szomszéd kért segítséget tőlük, mert egy ismeretlen férfit látott a kerítésen belül. A városrendészek többször felszólították, hogy jöjjön ki, és a rendőrséget is értesítették. Nekik a betolakodó azt mondta, nem tudja, miért mászott be az ingatlanba. Egy hetes országos akciót tartott a rendőrség az utakon. A hatóság munkatársaival a gyöngyösi utakon is lehetett találkozni a héten. A roadpoll ellenőrzés célja az alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban volán mögül ülés személyek kiszűrése volt. Heves vármegyében nőtt országosan, azonban csökkent a halálos közlekedési balesetek száma, közölte a Magyar Közút. Az áldozatok közül minden negyedik gyalogos, minden tizedik pedig motoros volt. A balesetek típusát tekintve megnőtt a megcsúszásos és a felborulásos balesetek száma. A három leggyakoribb oka nem megfelelő sebesség, az elsőbség meg nem adása, valamint az irányváltoztatási hibák voltak. A lakott területen kívüli balesetek csökkentek, azonban lakott területen belül több szerencsétlenség történt. Reggeli Őrjáratra kísértük el Soltész Balást és Gálovics Józsefet. Néhány óra leforgása alatt több lakossági jelzés is érkezett a járőr számra. A Sárosi Gyula utcában például egy kiégett lakóingatlanba tört be két férfi. Reggeli Őrjárat Soltész Balázssal és Gálovics Józseffel. Általános járőrözés során a város minden pontját érintjük. Indulás után a Kohári úton lévő nagyáruház előtt a padon első ránézésre maga tehetetlenül fekszik egy férfi. Így természetesen a rendészek kiszállnak, hogy intézkedjenek az egyébként karácsonyi férfival szemben, akivel az elmúlt napokban többször volt hasonló gond. Jó reggelt! Jó reggelt! Kelljen már fel, legyen úr, jó? Magáé az az üveg ott maga mögött? Magáé? Igen. Igen? Elismeri, hogy közteleten alkoholt fogyasztott? Elismeri? Akkor közlöm magával, hogy helyszíni bírságot fogok önnel alkalmazni, jó? Elismeri? Aláírja? Igen. Igen? Igazolványokat szeretnék magától kérni, jó? A férfi erősen az alkohol befolyása alatt volt, némiképp tudott kommunikálni, azonban többszöri felszólítása sem volt hajlandó átadni az iratait. Nem érti, amit mondok önnek? Akkor szeretném elkérni az igazolványát, ott van a jobb zsebébe, a gatyájába, jó? De addig húzza az időt, hogy még rendőrt is fogok magára szívni, mert megtagadja az igazoltatást. Miután a férfi végül nem adta át a személyazonosságát igazoló papírokat, a városrendészek a rendőrök segítségét kérték, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A rendőrökkel már együttműködőbb volt, azonnal átadta az iratait. Kedves, akkor végeztünk az intézkedéssel, a szemeteit szedje össze és mehet is dolgára, jó? És mehet is haza.
A nap folyamán többször is hajtanak végre gyalogos járőrözést a városrendészek a buszpályaudvaron. Az illemhelységeknél egy ismerős párba futnak. Ők voltak azok, akiket néhány hete adásunkban is láthattak, hogy kirabolták a parókiát a Barátok terén, de egyéb cselekmény is a számlájukra írható. Úgy tudjuk, a férfi egy hónapig volt börtönben, a közelmúltban szabadult. A férfi agresszíven lépett fel a járőrökkel szemben, ezért kikísérték a buszpályaudvar területéről. Utunkat folytatva 80-as felé vesszük az irányt, Balázshoz tartoznak a város közterületein található roncsautókkal kapcsolatos ügyek intézése. Egy korábban észlelt járművet tekintünk meg a Balcsi-Zsilinszky úton, az orvosi rendelő előtt, amelyet kivontak a forgalomból, így szabálytalanul áll a közterületen. Balázs elmondta, hogy hivatalos levélben szólítják fel a kocsi tulajdonosát, hogy 10 napon belül szállítassa el a gépjárművet. Ha ezt nem teszi meg, a városrendészet szállítatja el a kocsit a Városgondozási ZRT telephelyére, melynek költségét és a tárolás díját is a tulajdonosra terhelik. Nincs idő tétlenkedni, jön egy lakossági jelzés a járőrszámra, miszerint az Esze Tamás úton szabálytalanul parkol egy autó. 7:30-kor elmentem a kocsiba, akkor még nem állt itt, most jöttem vissza, aztán... Akkor az ön az egyik tulajdonos itt. Akkor majd szeretnék... Jajon a párom, ő meg ki akarna állni, aha. Nem viszi el. Uh-huh. Valamelyik jöttünk, majd szeretnék kérni igazolványt, mert feljelenteni fogjuk tudni a gépjárművet, majd mindjárt le... Nem rég állt meg. Mert feljelenteni fel tudjuk, viszont elszállítani nem fogjuk tudni, de viszont a büntit azt meg fogjuk kapni. Az intézkedés során újban megcsörren a telefon. A Mátrai úti áruházból telefonált egy hölgy, hogy gyanús férfit észlelt a bolt előtt. Ám mire odaértünk, már senkit sem találtunk, ezért a közelben lévő felsővárosi temetőbe vettük az irányt. A sírkertben egy korábban adott személyleírásnak megfelelő férfit találunk. Elmondása szerint nem ő járt az üzletnél, ő csak gombászni jött a temetőbe. A városrendészek azonban felhívták a figyelmét, hogy ez egy kegyeleti hely, és megkérték, hogy a temető rendjének betartása mellett hagyja el a sírkertet. Elég nagy a mozgás a Durandában. A Víg utcában egy rendszám és kerekek nélküli autó parkol a ház előtt. Az ott lévő személyektől érdeklődnek a városrendészek, hogy ki, ám senki sem tudja, és mivel nem rendelkezik rendszámmal, így ezúttal nem tudtak intézkedni. Mozgalmas délelőtt újabb bejelentés érkezik a járőrszámra. A bejelentő elmondja, hogy két személy a korábban leégett Sárosi utcában lévő lezárt ingatlanba bemászott. Városrendészet! Jöjjön már ki! Jaj, tudod, hogy le van zárva ez a ház, nem jött. Nem tudok lenni. Meg a ruháim is bent vannak. Gyere már ki, légy szíves. Az ellenőrzés során kiderült, hogy egyikük körözés alatt áll, a 16 éves fiút már nem először fogják meg. A tinédzser gyermekvédelmi felügyelet alatt áll, ám rendszeresen megszökik, ezért ismételten előállították a rendőrségen.
Újabb roncsnak vélt autót ellenőrzünk a Ringsted úton, ám kiderült, hogy a kocsi rendelkezik a megfelelő papírokkal, így szabályosan parkol. A Kálvária lakóligetről egy teljesen új helyszínről reptettük a drónt Kovács Krisztiánnal. A durandát pesztezve az eszköz több jogellenes cselekményt is kiszúrt. Ismét a Kálvária lakóligetről reptettük a drónt, amely néhány hete került be új helyszínként. A városrendészek külterületről pásztázzák a zöld területeket, illegális hulladék is lerakott trágya után, de a duranda területén történő illegális cselekmények felderítése is kiváló helyszín. Itt a patakmedert nézzük át. Került ebbe a új hulladék, ugye elég nehéz megállapítani, de itt jól láthatóan nincs. Uh-huh. Ez melyik szakasz? Ez a Solymosi külhatár mellett lévő patakmeder. Ugye ez már itt volt, ide szedték ki. Tehát gyakorlatilag ennyi volt a patakba. Ami nem kevés. Uh-huh. A trágya az itt volt a múltkor is, már új nincs hozzárakva, azt lehet látni, mert száraz. Krisztián elmondta, hogy az már Solymosi terület, így intézkedési jogkörük nincs, de jelezték már az illetékesek irányába. A terület pásztázása közben azonban újabb érdekes dologra lesz figyelmes a drón. Már jól ismert férfi tűnik fel a képen, aki autóbontását gyakorta végzi közterületen, amely tilos. Az a gond, hogy elbontásra kerülnek, és a belső műanyag alkatrészek azok valóban mindig eltűnnek. Kukába, szemétbe, külterületre. Itt azért látható, itt van 3-4 autó, itt van, és még múlt héten 5-6 volt. Melyik ez a Szép utca vége? Nem, ez a Solymosi külhatár. Solymosi külhatár? És már látható, hogy megkezdték a szétszedését ennek. Uh-huh. Akkor teljesen egyforma Suzuki, mi? Igen, szólj már nélkül a Solymosi külhatára, menjenek már. A Krisztián segítő mezőr értesíti a járőröket, hogy menjenek a helyszínre, hogy kiderüljön valójában mi történik ott. Míg várjuk, hogy a rendészek kiérjenek a Solymosi külhatárra, a drónt gyerekek veszik észre, ennek hatására pedig ki is űrül a terület. Krisztián megjegyzi, hogy amikor drónoznak, egy lélek sincs gyakran az utcán, aminek visszatartó ereje van. És jól látható, ott fekszik a kocsi alatt. Uh-huh. De... Hogy ezzel mit tudtok tenni? Most azt mondja, hogy szereli az autóját. De köszönhetően nem lehet járművet javítani, illetve tudjuk, hogy ő szétszereli általában a kocsikat. És elviszik a, hát elméletileg a vastelepre, ugye, vagy eladják, vagy ötből raknak össze egyet, de az a lényeg, hogy a maradék alkatrészek azok mind itt a környéken szoktak landolni. Landoltak idáig, de most már valahol máshol viszik el. Hogy mondja a kolléga, Abbi mögötti területen is, oda is van lerakva ilyen belső rész, amiket ugye nem bírnak felhasználni már. Ezt még önkormányzati rendelet tiltja, tudunk rá bírságot kiszabni. A városrendészek a helyszínre érkezve arról kaptak tájékoztatást, hogy csupán a benzincsövet kellett megjavítani az autón, így eljárni nem tudtak az ügyben. Ám nem kellett sokáig várni, a mezőr ismét rádión értesíti a rendészeket. A drón ugyanis kiszúrta, hogy az Akaszka utcában egy férfi a közkútról extrém mennyiségű vizet vételez. Ugye ez is tilos, önkormányzati rendelet tiltja, tehát azért nem egy 50 szállíterő van szó, hanem jól láthatóan két nagy kanna, meg egyel előbb bevitte már. Rákötöttek egy slagot, ugye mind a két keze szabad, így valószínűleg nem is nyomja, tehát kitámasztotta valamivel. És hát, hogy egyszerű a történet, tehát az egy 50 literes kannát még én is megemelek, tehát az valószínű, hogy több. Sőt, láthatóan több. Ott hagyja szépen,
megy bele a víz, de most kivette. Kivette a csapról, ugye észrevett hogy minket, hogy nézzük. Dehogy értek oda. De igazából, ha van bizonyítékod, akkor tök mindegy, mit mond, ugye? Igazából, igen, teljesen mindegy, mit mond. Látod, ott néz is. Plusz még jön két vödör, tehát simán elvittek itt most jön 300-350, majdnem 400 liter vizet. Ugye három kanna volt, hogy egyet nem sikerült fölvenni. Most tölti a harmadikat, jönnek ki a vödrök is. Miután a helyszínre érkező városrendész még nem intézkedett korábban a férfival szemben, így figyelmeztetésben részesítette. A járőrök távozása után azonban újabb vödröket engedtek tele vízzel, később az látszik, hogy a vödörvizekkel közelben lévő lovakat itatják és hűsítik. Ugyan a közkút nem erre való, de legalább becsülendő, hogy gondoskodnak az állatokról. Ban indult el a Gyöngyösi Városrendészet nagy sikerű programja, a Szomszédom a felügyelő program. Az elmúlt hetekben megismerkedtünk a szomszéd felügyelőkkel, most pedig a 10-es körzet felügyelőjével, Tarádámmal ismerkedünk meg. Szép napot mindenkinek, egy újabb szomszéd felügyelővel fogunk megismerkedni, méghozzá a 10-es körzet felügyelőjével, aki nem más, mint Tarádám, aki itt áll mellettem. Szia! Szia, üdvözlöm a nézőket! Na hát általában mindig azt szoktam kérni a szomszéd felügyelőktől, hogy mutassák be, hogy a körzetük mettől meddig tart. Ugye itt a 80-asban három szomszéd felügyelő dolgozik, viszonylag egy összefüggő körzetről van szó. A 10-es körzetet, ha körbe kéne határolni, akkor mettől meddig tart? Igazán, de az én körzetem az a Pesti úttól erre első szakasz, illetve a Szövetkezet útnak a déli város része, ideértve az ipari parkot és a harmadosztály területét is. Fogunk beszélgetni a harmadosztályról, mert azt gondolom, hogy ez egy speciális része itt a körzetnek. Ha például erről a részről kell beszélgetni, akkor melyek azok a legfőbb problémák, amik előfordulnak, vagy amivel te találkozol? Itt a 80-as új város részen a fő probléma az inkább a szemét és a hulladéktárolóknak a túrása, illetve kiborogatása. Melyek azok a leggyakoribb bejelentések, amik mondjuk városlakóktól érkeznek? Hát a leggyakoribb az mindig a kukázás, illetve a kukáknak a szétborogatása. Nagyjából egy másfél-két hónappal ezelőtt új lakatok, illetve láncok lettek kihelyezve itt a Jószerencsét úton a kukatárolókra, amelyet gondolom a lakók is észrevettek, hogyha zárnak, tehát kulcsra bezárják, akkor kevesebb az esély annak, hogy reggelre szét van túrva a szemét, illetve az egész utcát beborítja a hulladék. Az egyébként, hogy állandóan kitúrják például a nagy szeméttárolókat, az annak köszönhető, hogy a lakosok kicsit hanyagok és nem zárják be, vagy pedig valóban azok, akik túrják a kukákat, rendelkeznek maguk is kulccsal? Nem tapasztaltam még olyat, hogy előttem kinyitja a kukatárolót. Tehát ha jön egy személy, aki mindenáron turkálni akar, és látja, hogy nyitva van a tároló, akkor biztos, hogy be fog menni. Különféle bejelentéseket szoktam kapni autófeltörésről, vagy például üzemanyaglopásról. Ezekkel te mit tudsz tenni? Tehát, hogy ez beletartozik mondjuk a te hatáskörödbe? Hát ugye a kukázás, mint mi ugye guberálás, az persze, abban mi tudunk intézkedni. Ki tudunk szabni helyszíni bírságot, az autófeltörés, illetve az üzemanyaglopás az rendőrségi hatáskör. Mik a tapasztalatok egyébként a állampolgároknak, milyen a megítélése a körzeti rendészprogrammal kapcsolatban, illetve veled kapcsolatban? Szerintem az első gondolatuk mindig az, hogy felhívjuk a körzetrendészét, ha olyan problémát észlelnek, amit ők maguk nem tudnak megoldani. Az, hogy itt a körzetben több gyermekintézmény is van, ez ad plusz feladatot? Hát persze, amikor van egy ballagás, vagy valamilyen rendezvény az iskolában, akkor szoktak kérni minket területet biztosítani, vagy forgalmat irányítani. Úgy
Új helyszínen vagyunk itt a garázs soroknál, hiszen az elmúlt időszakban többször lehetett hallani arról, hogy illetéktelen személyek akár itt alszanak, vagy pedig drogot fogyasztanak. Valóban volt-e ilyen probléma? A drogfogyasztásról nem tudok nyilatkozni, arról nem kaptunk bejelentést, viszont igen, volt olyan személy vagy személyek, akik itt laktak, vagyis jelen pillanatban is itt laknak a garázs soron, az egyik eldugottabb részén. Mi az alapvető probléma egyébként azzal, hogy valaki mondjuk egy garázsban lakik, és mit tudtok vele tenni? Hát ugye a gond az azzal van, hogy ugye közegészségügyileg ez nem elfogadott, hogy sem mosdó, se tisztálkodási lehetőség nincs a garázson belül, így ugye az ember a szükségleteit a környező zöld területen fogja elvégezni. Az utóbbi időben többször lehetett hallani arról, hogy azok a személyek, akik mondjuk Gyöngyösen problémát okoznak, nem helyi lakosok, hanem rendszeresen vonattal vagy busszal érkeznek. Most itt vagyunk a kitérő gyárnál. Ez mennyire változott az utóbbi időben, mennyire konszolidálódott? Hát ugye az utóbbi időben a 80-asi városrészen elég sok guberálót találtunk, akik igazoltatás után kiderült, hogy nem helyi lakosok. Elmondásuk alapján ők vasúttal érkeztek is. Nagy többségük mind itt a kitérő gyári megállónál szállt le. Mik a tapasztalatok? Mennyire Gyöngyös környéki településekről érkeznek, vagy vannak esetleg messzebbről érkezők? Akik a szabálysértések nagy többségét elkövetik, azok általában Gyöngyös vonzás körzetéből érkeznek a városunkba. A Facebook oldalatokon is több posztban már lehetett látni, hogy itt a kitérő gyári váróban többször találkoztatok kábítószerfogyasztókkal, olyanokkal, akikkel probléma volt. Ugye itt, ha jól tudom, a MÁV kitakarította ezt a területet, sokkal jobban átláthatóvá vált. Ez a probléma mennyit változott, javult ennek tekintetében? Így, hogy ki lett takarítva a növényzet, sokkal átláthatóbb, nem tudnak elbújni ezek a renitens személyek, illetve ugye, mint látjuk, a megállóra is több ablak lett nyitva, ezáltal mi is könnyebben belátunk, illetve kicsit húzatosabb lett, ugye, és ez a hidegebb időszakban nem kedvez nekik, hogy ott bent üljenek, vagy esetleg aludjanak éjszaka. Ez mennyire központi terület például, ha az ellenőrzésekről van szó? Azt tudjuk, hogy a buszmegálló környékén folyamatosan járőröztek, ez a terület mennyire érintett? Általában napi kétszer-háromszor legalább kijövünk ide szolgálatonként. Esetek nagy többségében már nem találunk itt renitens személyeket, de előfordul, amikor csoportosan két-három, illetve több fő is itt tevékenykedik. Ők is más településre érkeznek, vagy esetleg innen a környékről? Hát ez megosztó, tehát van, aki innen a harmadosztályi telepről jön, illetve van, aki a vasúttal érkezik. Akik ugye innen a telepről jönnek, ők általában inkább csak innen vasúttal utaznak fel a városba. A harmadosztályon, ami nem csak a városban, de a körzetben is egy kardinális pont. Beszélgessünk arról, hogy itt mik a legfőbb problémák. Korábban lehetett hallani a kóborkutyák problémájáról, vagy az illegális áram lekötésekről. Neked mi a tapasztalatod? Mi az, ami itt elsősorban gondot okoz? Itt a környező utcák végén az árkot rakják tele szeméttel, amely eredményezi ugye a patkányok, illetve több rágcsáló elszaporodását. Éves szinten szokták ezt a területet megtisztítani, de ugye a állandó illegális lerakás miatt mindig újra termelődik a hulladék. A terület másik problémája még a ebbtartás, tehát hogy nem megfelelően, nem szabályosan tartják az állatokat, nincsenek elzárva, illetve sok állatban nincsen csip. Az, hogy egyébként illegálisan lerakják a szemetet, nyilván itt is vannak közterületi kamerák. Mi az, amivel tudjátok gátolni, hogy kevesebb szemét kerüljön mondjuk a közterületre? Tehát mik azok az eszközök, amikkel ti fel tudtok lépni? Hát a legfontosabb az a jelenlét. Ugye napi többször ki vagyunk írva járőrbe a területre, amikor ezeket az utcákat ellenőrizzük, illetve fotókkal dokumentáljuk. A másik eszközünk ugye az pedig a drón, amit ugye a déli városrészen, ha használunk, akkor azzal felmérhető a hulladék mennyiség,
mármint hogy nőtt, vagy stagnál az állapota. Többször lehetett a híradásokban látni, és főleg nyilván nem hozzátok köthető, de valamilyen szinten mégis lecsapódik a városrendészeten, például a drogterjesztés, hogy azt lehet érzékelni, hogy a harmadosztályon van inkább az a drogelosztó központ, ami a városban problémát okoz. Nálatok ez mennyire érzékelhető? Például a járőrözések során, vagy nyilván a rendőrséggel is kapcsolatban vagytok? Igazándiból maga a drog és az ehhez tartozó problémák ugye nem a mi hatáskörünk. Járőrözéseink során magát a drogterjesztést nem nagyon észleljük. Tehát jelenlétünk alatt nem történik ilyen cselekmény. Korábban voltak a harmadosztályon összehangolt akciók, akár a kóborkutyák befogására, vagy az illegális áramlekötések felszámolására. Ezek hatására ezek a problémák már javultak? Ezek az akciók igazándiból ilyen véletlenszerűen kerülnek megrendezésre, és véleményem szerint sikerült azt elérni, hogy legalább az állatok tartása gondosabb, mint eddig volt. Önök az Őrjáratot, a Gyöngyösi Televízió bűnügyi magazinját látták, visszanézhetik műsorainkat a YouTube csatornánkon, illetve a gyöngyösma.hu weboldalon. Két hét múlva találkozunk, tartsanak velem akkor is, további szép estét, viszontlátásra!